Hagyományőrzés és újítás jegyében telt az idei makói Majár is a Maros partján. Tavaly elmaradtak, de 2014-ben ismét színpadi produkciókkal színesítették a munkaünnepét. Ezekből láthatnak most egy egyúrás összefoglalót. A programok délután 1 órakor kezdődtek Terhes Irén, Fodor Károly és Keresztúri Ernő Nóta műsorával. Délután 2-kor a makói forgatós táncegyüttes lépett a színpadra. Igazi májusi hangulatot teremtve szórakoztatták a közönséget. Elsősorban most, ugye mivel május van és a májusfa időszaka van, elkészítettünk a májusfa népszokásáról egy olyan történetet, amiről nem biztos, hogy mindenki tisztában van, hogy mi is a története a májusfa állításnak. Ezt a műsort fogják látni a kedves nézők, hogy a májusfa állítása mi a története, és mikor kezdődik maga a kitáncolás. Ezt így hívjuk szakmai nyelven, hogy amikor majd lebontják, vagy kiviszik a fát, akkor kezdődik igazából a mulatság, nem akkor, amikor föláll a fa. És ugye ennek a történetét szeretnék a színpadon bemutatni, közel 1 órában. Hány csoport és hány táncos fog itt fellépni? 3 csoportunk jött most ide ki az előadásra, ez kb. 50 fő. 50 fővel fogjuk ezt a darabot bemutatni. Reméljük, hogy érteni fogja mindenki, és siker lesz. Milyen tájegységet, táncait mutatják be? Ebben most elsősorban úgy válogattam össze, hogy kis magyarországi táncok vannak. Lesz benne ugye gyerekjáték, mert a gyerekek is megjelennek májusban. Ugye a tavasz kikelte, ugye az újjáéledés időszaka van, itt a kicsi óvodás korosztálytól a ifjúsági csoport és a felnőtt csoport, és mint mondtam, elsősorban kis magyarországi táncok lesznek ebben láthatók. Végezetül pedig az, hogy a nyáron milyen terveik vannak, hol fognak fellépni, esetleg lesz a külföldi fesztivál? Hál' Istennek nagyon sok helyre megyünk, most május 9-én megyünk Németországba a várost képviselni, egy testvérvárosi kapcsolat, és nyáron még a felnőtt csoportnak kilátásban van egy Hollandia-Belgium, illetve a gyerekcsoportjaink mennek nemzetközi táncfesztiválokra nyáron, és még van egy meghívásunk, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy most már többször megyünk, Magyar Vistára, Kalotaszegre, a felnőtteket meghívták megint a falunapra, ott egy fél órás műsort fogunk adni.
Az idei Marosparti majális egyik újdonsága a kézműves termékek voltak, hiszen a rendezvény egy líder pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg, melynek egyik feltétele az volt, hogy helyi gasztronómiai finomságokat árusítanak. Mi most ízletes kecskesajtot kóstoltunk. Tön is itt van most a majálison, itt Makón, és kecskesajtokat árul. Meséljen ezekről a sajtokról, milyen ízűek, mit kell róluk tudni, hogyan készül? Ezek félkemény sajtok, Goura típusú sajtok, amit gyártunk. Ez egy családi vállalkozás, rólunk mesél egy pár szó, a családi vállalkozás. A kislányom neve alatt fut, ő agrármérnök, meg a természet, tudományi karamészet környezet tudósként. Ő mint egyéni vállalkozó, én alkalmazottja vagyok, mint a családi vállalkozásban. És milyen ízűek ezek a sajtok? Többfajta ízesítésben gyártunk. Van snidlinges, medélőhagymás, fokhagymás, olivás, lilahagymás. Hát ilyen körülbelül 16 fajta ízbe gyártjuk ezeket a sajtokat. Ezen kívül gyártunk parmezán típusú sajtokat, meg lágy sajtokat. Akkor meséljen arról, hogy nyilván a gazdaságokban van egy jó pár kecske ahhoz, hogy sajtok készüljenek. Hány kecske van? A telepen most jelen pillanatban 100-110 darab kecske van. Meg van ehhez egy tejüzem, ahol ezeket a készítményeket gyártjuk. Rendben, még arról, hogy hogyan készül egy sajt, tehát milyen folyamatai vannak? Hát mi üzemi körülmények között készítjük, hát erről nem tudnak hosszabbat mesélni, mert ugye több időbe kerülne, de hát van egyszerű konyhamódszer, ami ecettel, sóval, vagy pepsinnel, vagy valami oltóanyag, ami a tejet összerántja, és ezt ruhába belerakva kicsöpög, és egy gomolyát lehet belőle készíteni. Éppként manapság mennyire népszerű a kecskesajt, hiszen lehet, hogy sokan kicsit úgy óckodnak tőle, hogy hát kecskesajt az milyen lehet? Hát most már egyre elterjedtebb lesz, mert ugye mindenki ad a kézműves termékekre. Ugye ez is kézműves termék, mert nem hiába a kis üzemben gyártjuk, de nem nagy üzemi körülmények között, hanem ilyen házi jellegű körülményeket csináljuk. És könnyebben emészhetők ezek a sajtok, egyre elterjedtebb. És még annyit, hogy melyik a legkelendőbb, melyiket viszik a legjobban? Ez változó. Van ahol, olyan helyen, ahol a füstölt megy, vagy a füstölt fokhagymás, de van olyan hely, ahol például a natúr sajtot. Például most a natúr sajtot kedvelik jobban. A délután közepén már fekete fellegek borították az égboltot. Ennek ellenére mégsem volt ok a panaszra. A rossz kedvet a Defekt Duó üzte el. A Frédi meg a Béni. Hát egészen pontosan barátom volt a Frédi, én a Béni, és valahogy így kezdtük el üvöltözni, hogy Sumidumidu! Vedd le ezt a rímes állat! Nem vagy te egy rímes állat! Hülye vagy te ez? Mit szólsz? Megmondta a szonda is. Itt a Frédi, de meg a Béni! Hú, de tele van már a faxunk! Ez nem kékony, ragog a lőhony! A faxunk! Föld alattil úgy felajzott, láttam én egy barlangrajzot. Eztek isznak sűrkorszakban, pont úgy, mint a kőkorszakban. Az ős ember, még ős ember, egyedül utazni a metrót. Parlamentben léptem hármat, megfújták a kőbaltámmal. Nem kőbaltam, te kis lurkó, barátod még elég bunkó. Rémes, gondoság rémes, hú, de gázos ez a város. Disznók olyan fajta, másfél mázsos így van rajta. Visszaküldték az egészet, segíts rajtunk, génsebészet. Lassú munka a génsebészet, bánatos a Zeiser emberre. Sokkal gyorsabban dolgoznak a magyar parlamentben. Amíg ő 8 évig csinált egy marha nagy máját, egy ekkora libából a képviselő egy perc alatt csinált mit? Segget a szájából! Köszönjük szépen, akik vannak itt fiatalok! A Balázs Klári meg a Korda! Nem, a Hacsek és a Sajó! Nem! Hát akkor ki ez a két hülye? A Defekt Duó! Ha esik a lóföl, megyek a hegyekbe, ott egyek a pálinka a begyembe. A sétában ott van elöki mixoló, lecsúszok mi szélámos a brixalon. Ki ott van egy ma, bemegyek is ilyen, így hal a fene, igyekszem. Nézd meg, milyen kőkemény a vizem szem.
a csoki gombat kicserélem X-elre, mert a karom végében van gipszelve. Gipsz, gipsz, SZTK, itt azért vagyok INK-ba, bementem az SZTK-ba. Az INK-ig én nem is hittem, úgy megrázott bepisinnem. Majd legyeltem a gigámat, nem találták a vénámat. Szívos vagyok, mint a tudokon, de most már nem állom a gipsz. Mi úgy szoktuk mondani, hogy egy nagy vödör marhaságot hoztunk, azt itt kiborítjuk, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy reagál a közönség. Én szerintem ugyanúgy, ahogy eddig, mert Makón nagyon sokat voltunk, szeretünk ide járni, ez egy tüneményes város, isteni jó közönséggel, úgyhogy nekünk gondunk nem hiszem, hogy lesz, ha csak nem szakad le az ég. És hogyan tetszik a város, hiszen már akkor többször jártak itt Makón esetleg, mit láttak belőle? Hát az a helyzet, hogy mindig megfogadjuk, hogy lejövünk és először is kipróbáljuk a Makovec által tervezett gyógyfürdőt. Azt kicsit előbb jöttünk, úgyhogy sikerült kívülről megnézegetnünk meg azt az egész részt. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy lehet, hogy aki itt lakik, nem veszi észre, de mi a 2-3 évente fordulunk elő és óriási változásokat látunk. És tényleg a fürdők környéke, a belváros, amit egy átutazó turista is látott, az teljesen nyugat-európai színvonalú. Tehát gratulálunk mindenkinek, akinek ehhez köze van. Ha már május 1-je, kérhetném, hogy egy vicces történetet, ami önökkel megtörtént, meséljenek nekünk? Mi volt a legviccesebb? Hát a vicces történet talán a névadó történetünk, és mindenki azt hiszi, hogy a Defekt Duo, ez 30 éves történet, mert azóta vagyunk már együtt, az valamiféle átvitt értelmű dolog, hogy egy teljesen prózai eset. Nem volt semmi nevünk, Balassagyarmaton léptünk fel, mi voltunk a legolcsóbb műsorszám egy ilyen Hackney Brigádban, és mi zártuk a műsort, jöttünk haza Zolinak a Zsiguliával, elég az hozzá, hogy 2 darab defektet kaptunk, és akkor még nem voltak éjjel nyitva gumisok, és Felnin érkeztünk meg, a bazilika mellett volt egy gumis, ami nyitva volt, hajnali 4 órakor. Pont akkor zárt, úgyhogy meg kellett várni még 4 órát a bazilika tövő, hogy reggel 8-kor kinyisson, és akkor elneveztek minket defekteseknek, így lettünk Defekt Duo. Ez kívülálló számára vidám történet, mi is röhögünk már rajta, de akkor ezt nem így értünk. És ez most már olyan szempontból is igaz, hogy agyilag is most már egy kis defekt azért van bennünk. Miért mondod, Gyuri? Magáé ez a 4 millió forint értékű arany ékszer? Magáé, magákin ez a sportmercedes, ami testvérek között is megér, vagy 30 millió forint? Igen! Az is a magáé, és magáé ez a diplomata táska, amiben 44 millió forint készpénz van? Nem, az a magáé. Köszönöm a viszontlátásra. David Copperfieldet nézem a tévébe, két a miatt ütetett el egy-két éve. De olyat még ő se látod, ahogy a BKV eltüntet 6 milliárdot. Azért vagyok ilyen lazat el is, ebben megyek haza, nagyon sok pénzt keresni, már nem szégyen. Nem zavarra kidagad az erszényem, luxushajót veszek én majd görögbe, csak előbb Hagyó Miklós fog hagy minket a rágabe. Ripek és ropogós kamásni, megbízta a nénit a bácsi, mert a néni nagyon sokat áfázott, erre aztán szegény bácsi ráfázott. Fehér lett, mint klotgatja a hipóban, most vázon ül egy vonalkódos trikóban. Sejj a vázi szőlőhegyen, érik az oportó, de a színe nem látszik a szürke betonportó. Hol a cementes bort árulják kis családi fészek, ezért aztán a környéken sok a betonrészek. Figyelj! Mondjad meg nekem őszintén, szemtől szembe a igaz, őszinte véleményed én rólam. Finoman vagy egyszerűen. Finoman. Finoman az én véleményem rólad, te nem vagy más, mint egy kellemetlen illatú baseballütő. Mondjad egyszerűen. Büdös bunkó. Te meg olyan vagy részegen, mint az új magyar papírpénz. Az milyen? Felismerhetetlen. Megismerni a 20 000-est romlott halszínéről. És ha van egy röntgengéped rejtett vízjeléről, ha kiviszed a toalettre, akkor majd haragszol, ott fogod majd megismerni, mert a fémszál karcol a pénzemben. Ej, máma, mindenből látom, talatom, tom, tom, talatom, tom, 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 tom,
Kim és Júri, nagyon szépen köszönjük itt az esőben. Nem sokára el fog állni, még innen már látszik a színpadról. Megígértük a folyó felékünk. A járókelők láthatóan jól érezték magukat a majálisi kavalkádban. Hogyan telik a május első, ilyenkor mindenki pörköltezni szokott, családdal bulizik? Hát végülis család a kisfiam, meg a nejemmel vagyunk hárman lent, már ebédelni ebédeltünk, most kijöttünk egy kicsit, mert állítólag délutánra rossz időt mond. Van olyan program, ami érdekel benneteket, színpadi program? Hát végül is szétnézni jöttünk egy kis időtőt, és legalább együtt van a család, körülbelül szerintem így. Mennyire vagytok megelégedve a kínálattal, gondolok itt a játékokra elsősorban? Hát szerintem tökéletes. Tehát végül is a kisfiamnak nagyon tetszik, ugye most ő abban a korban van, hát úgy az egész szerintem jó, hát sokan, nem olyan sokan vannak még, de szerintem gondolom később. Elvileg szerintem tökéletes. Mikor érkeztetek ki a majálisra? Már délelőtt megérkeztünk a gyermekünkkel, aki most a játszó sátraknál van, mi meg addig egy kicsit iszogatunk. És mivel fog telni ez a mai nap, még a hátra levő része, ugye? Kirándulással és itt a hintáknál való játszadozással, mert nagyon szereti, nagyon tetszik neki. Most mamával egy kicsit lekötöttük, de nagyon szeret itt lenni. Van-e olyan színpadi program, olyan fellépő, aki kifejezetten titeket érdekel? Hát én Notár Mérit fogom várni, aztán ő nekem. Hát a magam után igazából nem nagyon. Rendben. És mennyire vagytok megelégedve a kínálattal, a bazárossal, a játékokkal? Nekem nagyon tetszik. A tavaly a végére értünk ide, ahhoz képest most nagyon meg vagyok elégedve ezekkel. Szia, hogy érzed magad május elsőjét? Nagyon jól érzem magam. Mert voltam itt nagyon sokszor. Mikor jöttél ma ki? Most egy 2-3 perc. És mivel fog töltődni ez a nap? Mit fogsz csinálni? Hát most voltam céllövöldénél. Lőttem anyának egy ilyen kis szívet. Most megyek Dodge-emre, aztán majd még meglátjuk. Milyen programok érdekelnek? Van olyan fellépő, akire kíváncsi vagy? A színpadot nem nagyon szoktam nézni, de esetleg elnézhetünk oda éppen, nem tudom. A Notár Méri rajongókat még a vihar és a jégeső sem tántorította el. Rengetegen voltak kíváncsiak a fiatal énekesnő produkciójára, aki még a közönséget is megtáncoltatta. Thank you.
Tetszett a május elsői? Nagyon jó, köszönöm szépen. Melyik program volt a legjobb, legjobb? Hát, nekem a Nótár Méri. És hogyan telt a nap? Volt-e bográcsozás, pörköltetés? Hát, otthon csak. Ilyen töltött káposzta, meg ilyesmi. Sütemény, ilyesmi. És az, hogy esett az eső, az nem szegte a kedvét, hogy ne jöjjön ki? Nem, pont a kocsiba voltunk, aztán így nem kaptuk el az esőt, hál' Istennek. Ön szerint mi kell a jó május elsőjéhez, Majárishoz? A jó buri. Meg a sok csapat. Mikor érkeztünk, máma reggel, és nagyon jól érezzük magunkat. Makón nagyon szeretjük a majálist. Minden jó. Melyik program tetszett a legjobban? Mire kíváncsi? Melyik program tetszett a legjobban? Mikor pipóval minden jó sőt bírunk meginni. Tényleg. De a színpadi fellépőkre gondoltam. Színpadi, volt ilyen színpadi fellépés is. Hát Nótár Mérit én nagyon csípem. Az az ő kis csajom, mert nagyon, az az enyém is lehetne. Mi kell a jó május elsőjéhez szerint? Május elsőjéhez mi kell? A családi látogatás, ennyi. Az nem az én bulim, de szerintem az kell. Bográcsozás, pörköltezés volt? Hát az bármikor, hát tudod mennyit főzünk még? Én mindig azt szeretném, hogy a családok itt jó érezzék magukat. De az nem a mi bulunk, mert mi pipóval iszunk, összünk, berugunk. Ismeritek a jaj, de cukit? Na, ismeri, szereti a jaj, de cukit. Szeretnék a dalnak is. Meg Ildinek is kérni egy hatalmas sikítást. Tűnt a dal! Ildi, tűnt a színpad! Még egy sikítás? Hát akkor azt mondom, hogy... Sikítás a kézzel!
A délután nagy kedvence Vastag Csaba volt, a tinik és a fiatal hölgyek az elsősorban tomboltak koncertjén. Először jártál Makon, milyen érzés volt itt koncerten? Nagyon kedves emberek voltak, és úgy látom, hogy egy nagyon jó közös élményt tudtuk egymásnak szerezni. Ez remélem, hogy nekik is annyira jó volt, mint amennyi nekem, mert nekem nagyon-nagyon tetszett. A május 1-én gondolom neked is sok fellépésed van, mint minden más sztárnak. Hát hol voltál, és hova mész még? Azt tudom, hogy Makon voltam. És azt tudom, hogy Maglódra megyünk innen. Az előbb hol voltunk, azt nem tudom pontosan. De igazából nem is ez a lényeg, mert az nem darabra mérik. Az ember mindig igyekszik a kedves közönséget tényleg a maximális lényét megosztani, úgyhogy én nem azt szoktam nézni, hogy hárman vannak, vagy 3 millió, mindenkinek ugyanaz jár. Beszélj egy kicsit a terveidről, mire készülsz, most lesz a lemez? Most jött ki az új lemezünk, és már platina lemez lett azóta, és most volt nemrég a Szimacsarnokban a nagy koncertünk, amely teltházas volt, úgyhogy igazából most nagyon-nagyon örülök ezeknek az eredményeknek. A későbbiekben hasonlókat tervezünk, nyilván új lemezt igyekszünk most létrehozni, és egy újabb nagy koncertet, valamint a személyes találkozásokat a kedves közönséggel. És ezt hogy csinálod, hogy ilyen közvetlen hangulatot teremtesz a közönséggel, hiszen mindenki nagyon jól fogadott, de te is megteremteted azt a kapcsolatot. Én nagyon hiszek bennük szerintem. Valószínűleg a közönségnek nem lenne semmi, úgyhogy ez a nyitja az egésznek, és ezt soha nem lehet eléggé megköszönni, csak megpróbálni. Köszönöm, szevasztok! A hűvös idő ellenére még az esti órákban is sokan mentek le a Maros partra. Mikor érkeztetek? Hát egy órája. És melyik program tetszett a legjobb? Hát most ide fogunk felülni, meg nézelődtünk. Hát Vastag Csaba. Mikor érkeztetek ma a Majálisra? Hát mondjam, 2 óra hosszája kb. És hogyan tetszettek a programok, miket néztetek? Nagyon jó volt a No Termini koncert, ez nagyon tetszett, de a többi show volt. Rendben, és meddig maradtok a Mystery Gang egy esetleg? Szerintem megnézzük. És mi tetszett a legjobban, mennyire vagytok a kínálattal megelégedve? Nagyon jó szerintem. Van bőségesen. Aha. És az, hogy esett az eső, az nem szegte a kedvetek? Hát utána jöttünk eső után. Úgyhogy nem igazán zavart. Oké, és hogyan telt a délelőtt? Volt-e bográcsozás, pörkölt? Otthon voltunk, nem volt semmi ilyesmi. Szelő volt, érkeztünk, már voltunk itt egyszer, mert a kislányom föllépett, néptáncos, nagy csoportos néptáncos, úgyhogy azt megnéztük, ahogy vége előtt annak, akkor jött az eső, fiam miatt még egyszer ki kellett jönni. Az, hogy az eső volt és vihar volt, ez befolyásolt az önök kedvét? Hazamentünk akkor, igen, úgyhogy imádkoztam, hogy ne legyen eső, de hát valamennyi csak lett. Melyik program tetszett a legjobban, vagy mire volt a kíváncsi? Hát a kislányom néptánc, tehát ez a legfontosabb. Hát most még a kisfiam miatt úgy még egyet kerülünk. Jó, mi kell ön szerint egy jó május 1-jéhez? Gondolok itt a nyilván a bográcsozásra. Volt egy ilyesmi? Hát nem. Hanyosom még ők csináltak, úgyhogy abból kaptunk, de sok ember, a jó kedv. Hogy tetszik eddig a program? Jó. Hogyan telt a május elsője? Volt a hagyományos pörkölt, gondolom? Mondd meg, mi a bajod? Volt. Jó? Az is volt. Hangosan. Mi tartozik hozzá egy jó május elsőjéhez ön szerint? Mi tartozik hozzá? Munka, ünnepe. És akkor már mostan nem dolgozunk. Máma. Az, hogy vihar volt, vagy eső volt, ez befolyásolt az önök kedvét? Nem, mert éppen indulni akartunk, csak az visszálltam a kocsival, mert a nagy dégre jön benne, hogy szétverje az autó. Mert olyan csúnyán gyűjt. És melyik program tetszett önnek a legjobban eddig, vagy mire kíváncsi? Annyira tömeg volt itt, hogy alig tudtunk begyűnni, a programokat nem nagyon. Most nézem ezeket az elefántusokat. Óriási élményben volt része annak, aki megnézte a Vagabanda Társulat esti produkcióját. Kérem szépen, a Vagabanda cirkuszát ki ne hagyják, mert megbánják. Itt lesz közöttünk, amit látják, Cserresi Kelepelek, az idomított gólya. A mesés messzi Indiából, Jasmine az elefánt.
és lesz bűvész mutatvány, amitől tátva marad a szár. Voltunk Makón az előző évben a Hagyma Fesztiválon. Aha. És milyen a makói közönség, hogyan fogadnak benneteket? Hát általában... pillanat, mert itt a gólyai rakoncátlankodik. Nagyon jó közönséggel találkoztunk itt Makón. Főleg a gyerekeknek szól a mi műsorunk, és hát a gyerekeknek nagyon kedves az, hogy a gólyát meg lehet simogatni, az elefántot is, és sokféle mókákat tudunk a gyerekekkel együtt játszani. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz ez a gólyalábazás, de mégis mi a titka ennek? Hát hosszú gyakorlás, ez olyan, mint a bicikli, hogyha egyszerre az ember ráérez, akkor onnantól kezdve megy, de persze ez hosszú-hosszú gyakorlás eredménye, hogy így tudunk gólyalábazni. És akkor most milyen koncepció alapján jöttetek, tehát van egy műsor, amit így előadtatok? Igen, egy Óriás Cirkusz című műsorszámmal jöttünk ide, a század elejé hangulatot próbáljuk ide varázsolni a majálisra. Még annyit kérdezik, hogy mióta foglalkoztok ezzel, mióta csináljátok? Hát a Vagabanda Társulat Miskolcon már 10 éve működik, így a csapat ez 3 éves. A május 1-i rendezvény a Hagymaház dolgozóinak volt köszönhető. Ők feleltek azért, hogy színes programok kísérjék a majálist, és hogy minden a tervek szerint haladjon. A nagy koncert hátra van, és nagyon bízom benne, hogy az eső itt csak ijeszget bennünket, és bízom benne, hogy a Mystery Ganget az Eurovíziós Dalfesztivál tévés közvetítésén lényegesen többen megismerték ebbe az országba, mert hát ugye régóta zenélnek ők, és mindig is nagyon jók voltak, csak kevesen ismerték őket, de most a dallal kapcsolatban, ugye két döntős elődöntőben benne voltak, nagyon sokan szavaztak rájuk. Bízom benne, hogy itt a Makón élők között is ennek a rockabilly műfajnak nagyon sok kedvelője van. Itt még egy hatalmas buli vár ránk. A közönség ma is fantasztikus volt. Eső ide, eső oda. Itt délután volt, hogy 5-6 ezeren voltunk a színpad körül. Az emberek kitartottak, visszajöttek, nem rettentett el őket. Jól akarták érezni magunkat. Voltak nehézségek itt esővel, le kellett engedni a vizet a tetőről, stb. De ez a dolgunk, és az a legfontosabb, hogy a közönség jól érezze magát. És úgy gondolom, hogy ez ma itt megtörtént sok ezer emberrel. Úgyhogy bízom benne, hogy az este is így fog zárulni. Nagyon várjuk, és nagyon várjuk a közönséget. A koncertek közül mindegyik hozta azt az elvárást, amit vártatok, azt a szint? Hát az esti koncertről még nem tudjuk, de az összes többi igen. Én úgy gondolom, hogy az volt a szomorúságunk, vagy bosszúságunk, hogy ugye tudjuk, hogy délután 3 óra az az időpont, amikor a legtöbb ember lejön a majárisra. Na, Makón pontban 3-kor kezdett el esni az eső, és akkor ez ugye tartott egy óra hosszáig. De mondom, fantasztikus a közönség, mert behúzottak sátrak, fák, minden alá, és utána egyszer csak, mikor elállt az eső, akkor hirtelen nagyon-nagyon sok ember odatódult a színpad elé, ennek nagyon örültem, megmondom őszintén. Mai majálison az is különlegesség volt, hogy különböző kézműves tárgyak volt, aki mit szóltak az emberek? Ez egy pályázati pénzből valósult meg az idei majális, és a pályázatnak előírása volt, az LIDER pályázat volt, előírása volt, hogy helyi terméket mindenképpen mutassunk be a rendezvényen. 40 piaci padot béreltünk ki, és 40 padon árulták a helyi termékeket, kézművesek, kosárfonó, volt kecskesajt, bodzalekvár, természetesen mézes kalács, és nagyon sokféle kézi munka, díszpárna, bőrdíszműves, és én azt hallottam tőlük, hogy elég jól árultak. Tehát az emberek azért úgy gondolom, ha van kínálat, akkor válogatnak a kézműves termékből is. Reméljük, hogy egyre népszerűbbek lesznek ezek a termékek, még akkor is, hogyha ezeknek az áruk egy picit magasabb, mint mondjuk a szokásos Wuxi-ba eddig árusított termékeknek, de bízom benne, hogy egyre nagyobb piacuk lesz. A majális és az est fénypontja a Mystery Gang volt. Fergeteges rockabilly hangulatot varázsolva tették fel az íre a pontot. És ritmusnak sem lenne szükségünk. Én jövök kattogni a gitárral. Szinger megmutatja a helyes ritmust. Figyelj, helyes ritmus mehet! Mindenki velünk van. Ritmus taps! Jöhetek barátok kattogni a gitárral. De most akkor ti vagytok a dobszerkó. Legyen a Laci a dobszerkó. Na jó! Thank you.
fish, my baby wants me to try. Patty fish, patty fish, patty fish, my baby wants me to try. Patty fish, fish that's stuck in the back of the stairs. Everybody's red, I rage, rage, rage. I love her so, she's my little baby. I love her so, I never let it go. Oh, let her go, she's my girl, my sweet town. She never feels like moving right at all. Let's go, I'm gonna bring it up, right up, right up, right up. Let's go, yeah. Hangokat tudod a nagy bőgát. Sziasztok, mi vagyunk a Mystery Gang trió, kétharmad része, Singer ugyanis még úton van a nagybőgővel. Én Egri Péter vagyok, én gitár. Tamás László dob. És nagy örömmel jöttünk Makóra Mystery Gang trióval. Voltatok már egyáltalán itt Makón? Megmondom őszintén, hogy nagyon sok felé jártunk a világban, Magyarországon egyaránt, de hogy Makón még nem játszottunk, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a makói Majálison debütálhatunk először Makón, és nem is hárman jöttünk csak a trióval, hanem kiegészülve zongorával, vagy szaxofonnal, és képzeljétek el, a Fenyő Miki szaxofonosának a legjobb tanítványa kísért el minket szaxofonon. Én úgy hallottam a makójaktól, mert nagyon vártok titeket. Hát nem tudom, hogy mivel készültök, meséljetek egy kicsit, mit fogtok előadni nekünk. Nagyon sok új dallal készültünk, most jelent meg egy hónappal ezelőtt a legújabb lemezünk. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy nagyon szeretik az emberek. A környékből is, Makó is környékén. Az új dalokat meg főként, tehát ezek ugye magyar nyelvű dalok, amik ránk eddig nem nagyon voltak jellemzőek, úgyhogy ez nekünk is egy újdonság. Úgyhogy elhoztuk a legújabb magyar nyelvű dalainkat, olyat is, ami még a lemezen nem is szerepel, hanem azóta írta. Peti. Úgy van, még egy nagy meglepetés dal is lesz ma, aminek az ős bemutatója történik meg itt a makói május 1-én. Az a dalnak a cím, hogy Legyen úgy, és a költészet nap erre írtam, akkor készültünk el vele, az elmúlt héten össze is gyakoroltuk, úgyhogy ma este már elég erősen játszani is fogjuk. Ugye izgulunk is miatt, a ősbemutatóval érkeztünk, nagyon klassz lesz, meg egy nagyon jó erős másfél órás műsorra, amiben azért benne leszek az első nagy angol nyelvű dalaink is, a Gang Up-tól a Rockabilly Star-on át a Betty Page-en keresztül a Voodoo Doll-ig, vagy éppen az új magyar lemezünknek a dalait fogjuk játszani, amivel talán a legismertebb a lemezről, talán a Játsz még jazzgitár, ami idén bekerült az Euró
Eurovíziós Dalfesztivál Jó voltából 2014 legjobb 18 magyar dalában, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés, úgyhogy ma este is fel fog hangzani, szaxofonnal és zongorával, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy közreműködő zenészekkel jöttünk. Ezúttal színpadon kedvenc trióm a Mystery Gang trió helyett, színpadon a Mystery Gangsterek közreműködő zenész barátainkkal. Hát itt különleges műfajt képviseltek, ami Magyarországon igen ritka. Meséltek erről egy kicsit, hogyan fogadja egyáltalán a közönséget? Közönség nagyon szereti, igazából, hogy bárhova megyünk a rock and roll, a rockabilly egy olyan könnyen ható zene, olyan instant zene, ami mögött nagyon nagy zenei és nagyon nagy mondani való gondolatok is vannak. Például nem is olyan rég a Dunatele televízión és a Magyar Rádióban, képzeljétek el, méltatták az új lemezünket, és azt mondták, hogy a zene kiválóságán túl a szövegek irodalmi igényességgel vannak megírva, úgyhogy ennek nagyon örülök, és az egészben a legszebb, hogy a közönség nagyon szereti. Úgyhogy ez nagyon klassz dolog, amikor az Eurovíziós Dalfesztiválon is a zsűri kijuttatott minket, akkor a közönség beszavazott minket, úgyhogy én aznap a naptáramba beleírtam egy nagy piros szívbe, csupa nagy betűkkel, hogy közönség, és ez a mai napra is alkalmas, mai napra pláne érvényes, hogy nagyon nagy örömmel jöttünk, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk. Hova tovább? Milyen fellépések lesznek idén? Nagyon sok fesztiválon játszunk idén, külföldön, belföldön egyaránt. Holnap megyünk Egerbe, tegnap pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen játszottunk Budapesten, ma itt Makón, úgyhogy elég sokat játszunk. A nyár is nagyon zsúfolt lesz, több mint 50 koncertet fogunk adni rövid néhány hónap alatt, 3-4 hónap alatt, főként Magyarország területén. Úristen, elkezdett esni az eső! Mi lesz most? Úgyhogy, de Mr. Igen bárhol játszik, mindig meghozzuk a napot. Ja, nézd meg, ott is már az esőfelhők mögött kisüt a nap. Rendben, hát mondtad, hogy különleges szövegeket írtok. Ezek hogyan íródnak? Kicsit avasd be minket, hogy egyáltalán úgy kell elképzelni, mint egy költőt, aki verset ír? Hát igazából engem nagyon a 20. századi városi líra ihlet. Gyakorlatilag nem nagyon hallgattunk mi a Mystery Gang-gel sosem magyar nyelvű zenéket, tehát ilyen magyar nyelvű szöveg példaképeink nem is nagyon vannak előttünk, talán a 30-as évekből a Zsütiék, meg a Herrer Pál, akik a sanzonokat, meg ezeket a városi éjszakai kuplékat írtak. Jaj, de jó, egy kedves budapesti rajongónk, pár nappal ezelőtt egy budapesti koncertünkön volt ez a kislány, meg most megint, hogy ilyet, nagyon jó, hát ez nagyon klassz. Úgyhogy olyan szövegeket próbálunk megfogalmazni, ami mindig azt szoktam mondani, hogy a legrosszabb hangulatomba is bátran elő tudom adni, és bátran felmerem vállalni. Fiúknak, amikor megírok egy-egy új szöveget, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy most olyan szöveget írtam, amit egyaránt vállalok a mit tudom én, a Karcag külsői falunapon, és az Írószövetség előtt egyaránt. Például a legújabbból talán idézhetnék, aminek az ős bemutatója lesz ma, bár ezt kell a zene, de azért megpróbálom elmondani, hogy legalább csak az elejét. Gondolj rám, ha éjjel a fák közszél jár. Gondolj rám, ha ízik a holdsugár. Valahol a messzeségben felsír egy gitár. Valahol magányos dallam hangja remegve száll. Ez most nekem nagyon tetszik. Próbálom felolvasni egyébként. Úgy kezdjük, hogy írtam egy új szöveget és előadja. Utána jön csak a zene. Jó, meséljek egy kicsit a rockabilly érzésről. Hát nem tudom, hogy ezt Magyarországon ugye elég kevesen képviselik, de hogy ezt hogy lehet megalkotni itthon? Na, Laci, hogy lehet? Hát nekünk az a szerencsés helyzet áll elő, amikor mi zenélünk, hogy igazából mi az életünket visszük fel a színpadra, nem játsszuk meg magunkat. Ez vagy az van, hogy ezt átéled, szívedet, lelkedet kiteszed. Ugyanezt a tornacipőt hordod az utcán is, mint a színpadon. Egyébként meg a közönség ezt nagyon könnyen észreveszi, hogy hát akarod verni őket, tehát az nem működik. Mi ugyanezek a figurák vagyunk, ugyanezek a jópofa srácok vagyunk a hétköznapi életben is, ugyanebben a pólóban, ugyanebben a farmerben. Nekünk ez a világunk, ez az életérzésünk, amit a színpadon láttok. Ennél többet azt hiszem nem lehet erről elmondani. Mi magunk vagyunk itt, a Mystery Gang, a rockabilly. Na, ez így van. Nem is mi választottuk ki magunknak ezt a műfajt már egészen gyerekkorunkban, hanem valahogy azt szoktuk mondani, hogy a műfaj választott ki magának minket. Nem is olyan rég ezzel kapcsolatban, ez egy nagyon nagy dolog, nem is olyan rég beválasztottak minket az Egyesült Államokban, a rockabilly halhatatlanságok csarnokában, Memphis, Tennessee-ben, a rockabilly Hall of Fame-ben, öreg haverom Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, a fiatal Elvis Presley, Carl Perkins vagy Buddy Holly mellé, ami egy olyan határtalan köszönet számunkra a műfajtól, hogy azt hiszem, hogy sose gondoltuk volna, hogy a gyerekkori álmainkat tudjuk valóra váltani. Igazából a Mystery Gang 16. életévébe lépett idén, egy gyerekkori őrületből alapítottuk meg, és
sose gondoltuk volna, hogy tényleg a gyerekkori álmainkat tudjuk valóra váltani heti, napi szinten. A Mr. Igen igazán, igazi mondani valója az az, hogy ne szégyelj dolgozni az álmaidért, és ne szégyelj tenni és küzdeni érte, hanem megvalósítani, és tenni, és tenni. És úgyhogy sose gondoltuk volna, hogy Rockabilly Hall of Fame. Laci, gratulálok! Még annyit kérdeznék, hogy ugye hát az Eurovízióra ugyan sajnos nem jutottatok ki, de hát jövőre megpróbáljátok-e? Meg, igen, jövőre megint megpróbáljuk. Sok sikert kívánok! Köszönjük szépen, hajrá, Mr. Igen! Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönjük a Mr. Igen trió! A következő dal előtt feltétlen szeretnék nektek, önöknek mutatni valamit. Nem is én mutatom, nézd oda, Singer kezében már is. Az új 3 héttel ezelőtt megjelent nagy lemezünk, a világ legnagyobb lemezkiadója jó voltából. Hölgyeim és uraim, most jelent meg Hello Hello címmel. Erről játszunk jó néhány dalt ma este. Sőt, a mai koncert folytán 5 CD-t ki is fogunk nektek sorsolni. Készüljetek, mert majd néhány kérdést fel fogok később tenni. Mondjuk ilyeneket, hogy mi a lemez címe, tehát érdemes volt odafigyelni. Na figyelj, ilyen dalok vannak a lemezen, mint például bűnös éjszaka vár, ránk vár! És úgy megy, hogy kérlek, gyűlök, szűnt a gyászol, az emberek alá őrökön, rakettem volt a hangszorodélek, éjjjel az emberek, rád éve a bűnös éjszakát.